Ajtóablak nyitva, sehol egy védő, mégis kihagyta az ittszert az MSZP játékosa. A felcsúti stadion belső kerítésén csattant a labda, nem jutott oda, ahová szánták, a stadion gyepére. Mehetünk? A másik kísérlet már sikerült, Orbán Viktor házának teteje fölött repült be a miniszterelnök kertjébe a labda, kérdéseket is írtak rá a szocialisták, a TAO rendszer működéséről érdeklődtek, azaz arról, miért kell milliárdokat költeni a társasági adóból a látványsportokra. Vasból, betonból és nagyon komoly mennyiségű közpénzből épülnek a stadionok. Ezekben a stadionokban benne van a magánnyugdíj megtakarításunk, benne vannak a hiányzó kréták az iskolákból, benne vannak a hiányzó gumikesztyűk a kórházakból. A TAO rendszerben a cégek adókedvezményért cserébe ajánlhatnak fel pénzt sport és művészet támogatására. Hogy kinek utalnak, azt ők döntik el, a sport a népszerűbb. A kormánnyal ellentétben a szocialisták szerint a társasági adókedvezményből származó pénz közpénz. Úgy számoltak, az adókedvezménnyel együtt a Fidesz kormány eddig 80 milliárd forintot költött stadionépítésre, egyedül Felcsúton 11 milliárdot. A szocialisták arra is kíváncsiak, igazak-e azok a hírek, amelyek szerint 2017-től a társasági adókedvezményből származó közpénzeket nem csak sportlétesítmények építésére, hanem azok fenntartására is el lehet majd költeni. Még január végén jelentette be Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, hogy a kormány sikertörténetnek tartja a TAO rendszert, és dolgoznak a bővítésén. Így a tervek szerint valóban költhetnek majd létesítmények fenntartására is. Az erről szóló törvénytervezet azonban még nem készült el. Rezes bandával parolázott a miniszterelnök, miközben a szocialisták Felcsúton fociztak. Orbán Viktor Szolnokon adott át egy stadiont, ami jó részt szintén társasági adókedvezményből származó pénzből épült. Megtették, amit megkövetelt a haza. Köszönjük szépen Nyerges Zsoltnak és munkatársainak! Az átadón ott volt a szolnoki másodosztályú csapat tulajdonosa Nyerges Zsolt is, ő a közgép elnöke, a cég tulajdonosa, a miniszterelnökkel szembefordult nagyvállalkozó Simicska Lajos. Nyerges Zsolt és Orbán Viktor láthatóan jó hangulatban beszélgetett. A kormányfő a társasági adójuk egy részét felajánló vállalkozóknak mondott köszönetet. A kormány nem tett más, csak azt, ami a dolga, támogatta a fiatalokat és a sportot. A vállalkozóknak azonban nincs ilyen kötelezettségük, akik erre mégis vállalkoztak, ezért külön elismerést érdemelnek. A TAO programban 600 millió forinttal támogatták a szolnoki stadion építését.